A magyar férfi rotóba válogatott szombaton három egyre kikapott a házigazda lett csapattól, így elveszítette még pedig kettős vereséggel az olimpiai előselejtezős párharcot. Vendégemmel Földvári Péterrel, a szövetség főtitkáraval elemezzük a vereség okait. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csalódott? Természetesen csalódott vagyok, és nem is igazán a második mérkőzés miatt, hanem az első mérkőzésen, hiszen ott abszolút nekünk állt az ászló, hiszen az első két nagyon szépen játszott a férfi válogatott. Utána, ahogy ez nagyjából a röplabdában szok, szokott lenni, a harmadik játszmát megnyerték a vendégek, és mindannyian azt hittük ott a nézőtéren, és hálaisten kecskeméten azért elég szép számú nézőközönség volt, tehát ez egy nagyon jó döntés volt, hogy odavittük ezt az elő-előselejtezőt. Mm. És azt hittük, hogy hogy a negyedik szettet végre sikerül, vagyis megnyernünk, de aztán nem, nem, nem volt erő a válogatottban, nem volt igazán meg az az ember, aki át tudta volna lendíteni a, a csapatot ezen a holdponton. És igazából itt volt a vereség, de mondjuk még ez nem lett volna olyan nagy probléma, hogyha kinti idegenben, annál az egy szettnél egy kicsit többre képes a válogatott. Uh -huh. Ennek vajon mi lehetett az oka, hogy a kinti. Uh hát visszavágónak nem nevezhető, de a gidi találkozó az, az, ilyen formán alakult, mert gondolom, hogy amit én olvastam legalábbis még akkor Kántor Sándor szavaiból, még úgy tűnt, hogy bízni fog a kinti esetleges győzelemben. Én úgy gondolom, hogy a megnyert, a hazai környezetben megnyert két szett, az mindenképpen arra jogosította fel a szövetségi kapitányt és a vezetőket is, hogy, hogy optimistán várják a, a visszavágót. Ez egy nagyon összetett dolog, én azt gondolom. Egyrészt ugye a válogatott nem a legjobb, és itt most ezzel nem akarnám megsérteni azokat a játékosokat, akik elfogadták a szövetségi kapitány invitálását, tehát nem a legerősebb magyar válogatotta sikerült ennek az olimpiai előelőselejtezőnek nekivágni, hiszen három olyan kulcsjátékos mondta vissza a szereplést, akik hát Európa szinti csapatokban játszanak. Ha ők itt vannak, de ugye ha az a sport van, okay. nem annyira hát otthonos dolog. Ha ők itt vannak, akkor esetlegesen más lehetett volna. És ugye nagyon rossz időpontban volt ez az elő előselejtező, hiszen minden bajnokságban, minden ö, csapatnál szeptemberben kezdődnek a bajnoki küzdelmek, csak úgy, mint a magyar bajnokságban, hiszen a magyar bajnokságban hétvégén indulnak a fordulók. De tehát az alapozás legnagyobb közepén szakítottuk ki a válogatott játékosokat, tehát nem, nem, sikerült annyira összerakni, nagyon kevés volt az idő, egy macedon tornán vett részt a válogatott, ami, ami mindenképpen azért sikeres volt és nagyban hozzájárult a, a, sikerhez. Hát egyelőre a férfi válogatott erre a három volt jó, én azt gondolom, hogy az alapnak ez mindenképpen egy pozitív kicsengése lehet, és hát innentől kell -e elgondolkodni, hogy, hogy mit is akar a szövetség kezdeni de, a Én ezt akarom kérdezni, főleg, főleg előre az oldalról, ugye ön, ön is nyilván, meg, meg szakemberként is alkot fajta véleményt. Itt egy picit úgy érzem, hogy ha most félretesszük a technikát, félretesszük azt, hogy ugye Szabó Dávid 23 pontjával a legeredményesebb volt, most a kinti mérkőzésről beszélek, és hogy sok ilyen kellett volna a csapatba. Én az elmondottak alapján azt érzem egy kicsit gondnak, hogy ezek szerint, ha mondjuk három kulcsjátékos nem érzi a annak, hogy a válogatottba szerepel, hogyan lehet őket majd később motiválni arra, hogy, hogy, hogy mondjuk a nemzeti mezben is mindenki ott legyen akkor, amikor, amikor szükség van egy erős csapatra. Vagy egy erősebbre? Hát igen, ez itt a leg, legkomolyabb kérdés, és ezért is próbáltuk meg a mostani válogatott szereplést egy kicsit mondjuk például ezzel a Macedon tornával kiszínezni, tehát hogy, hogy megpróbáljuk visszadni, azt tudni kell, hogy az elmúlt években a férfi válogatott azzal a indokkal, hogy ugye nem igazán van lehetősége kimagasul eredményt elérni, ezért inkább a szövetségvezető is és a szakemberek is a női válogatottra tették a hangsúlyt. Ennek volt ugye eredménye az, hogy az Európa Ligában szerepelt a női válogatott a nyáron, és sikeresen szerepelt, és remélhetőleg a női olimpiai selejtező, illetve jövő évben a női Európa bajnok is ennek már nagyon komoly eredményét fogjuk látni. Ugyanennek a folyamatnak be kell indulni mindenképpen a férfi válogatottnál is. Tervben van az, hogy jövő évben már a férfi válogatott is az Európa Ligában indítjuk, aminek nagyjából egyetlen egy nagyon komoly hát, hiánya van, az pedig még egyelőre a financiális oldal ennek a dolognak, tehát ezt kell a szövetségnek Igen. megteremteni, és akkor én azt gondolom, hogy tudunk egy olyan jövőképet a férfi válogatott és a férfi válogatott minden tagja elé, én, én személyesen beszéltem a három távon maradóval, és ők biztosítottak arról, egyrészt, hogyha tovább jutottunk volna, akkor ők bekapcsolódtak volna október-novemberben a, a válogatott, <laughs> <a> válogatott <laughs> programjában, és hogyha tényleg egy olyan programot tudunk letenni eléjük is, ami ami az ő ö, karrierjük szempontjából is mindenképpen, és a magyar férfi válogatott szempontjából is egy, egy előremutató program, akkor, akkor előre tudunk lépni, és akkor egy teljes válogatott kerettel tudunk dolgozni. Hát nincs könnyű helyzetben, mert csak ezek szerint az a dolga fölhitkárként, hogy ezt a kis picik is hiányzik is anyagi hátteret ez, ez megteremtse. Nagyon bízom be, hogy ezért eljön majd az az idő, amikor a, a válogatottak is úgy érzik, hogy előbb oda magukat, és akkor már nem az lesz, hogy majd bekapcsolódunk, ha a többiek elérték és kiharcolták a továbbítást, hanem esetleg egy, egy, következő fontos első ilyen mérkőzésen is lehet mindenkire számítani. Úgyhogy ez az apró pici feladathoz, ami nyilván nem lesz kevés főtitkárként, ehhez sok erőt kívánok, és remélem, hogy előbb-utóbb azért a férfi válogatott egységességéről is tudom. Hvala lepa, da ste prišli.